A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csalók nem fáradnak, újra és újra próbálkoznak. A NAV felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy senki ne dőljön be. A részleteket megtudhatjuk vendégemtől, Magyar Norbert sajtóreferens, a stúdió vendége. Köszöntöm. Kezdjük, hanem. Nézzük akkor, hogy mekkora a baj, vagy az esélye annak, hogy baj történik az adózókkal, a csalók miatt. Igazából az elmúlt években ütötte fel a fejét ez az adathalász dolog, ugyanis mi is a bejelentések útján értesültünk arról, hogy amint az elektronikus ügyintézésünk egyre inkább bővül, folyamatosan próbálkoznak olyan e-mailekkel, SMS-ekkel, sőt előfordult már, hogy telefonhívásokkal is, amelyekkel azt imitálják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keresi meg az ügyfelet, mégpedig azzal, hogy valamilyen túlfizetése van, amelyet természetesen akkor a folyószámlájára utalnának. Hogyha megadja a bankkártya adatait, ügyfélkapus bejelentkezési adatait, akkor minden további ügymenetet ők intéznek. Azért érdemes odafigyelni, hogy ilyen esetekben általában az e-mailek, SMS-ek nyelvezete, amelyet megküldenek, az olyan, mintha egy fordító programmal lett volna magyarosítva vagy lefordítva, és ezekben az esetekben nagyon tükrözi azt a fajta szóhasználatot, ami nem felel meg a magyar nyelv helyességének, illetve pontosabban a szabályainak. Tehát ebből elég egyszerűen ki lehet szűrni ezeket a csalókat, illetve egy olyan oldalra navigál, amely szinte minden elemében megegyezik, vagy a magyarország.hu oldallal, vagy a NAV oldalával. Azonban a webcím mindenképpen árulkodó lehet az ilyen esetekben, hiszen hogyha ezeken a webhelyeken adják meg az elektronikus hozzáférési adataikat, akkor minden esetben adathalászokkal találkoznak, és ezeket le is mentik, és fel is használják. Ugye visszaéléseket eszközölhetnek akár bankkártyával, bankkártyás fizetések, internetes rendelések keretében, vagy ügyféladatokkal, akár hitelfelvételre is használhatják ezeket, tehát nagyon fontos ezekre odafigyelni. Általában a bevallási időszakban növekszik meg, legalábbis az idei tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy bevallási időszakban növekedett meg ezeknek a csalásoknak, vagy csalási próbálkozásoknak a száma, és itt már odáig harapózott a dolog, hogy telefonhívások is voltak az ügyfelek részére. Ugye általában, hogyha valaki benyújtja a bevallását, és esetlegesen visszafizetendő adója keletkezik, akkor azt természetesen kérheti. Azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezekről nyilatkozni kell, illetve átvezetési nyomtatványok beadásával teheti meg. Tehát semmiképpen sem mi hívjuk fel az ügyfelet, és kérünk tőle egy bankkártya adatot, mert semmilyen esetben nem kérünk ilyen jellegű adatokat. Illetve vagy folyószámla kivonatokkal, vagy pedig ügyfélkapunk keresztül tájékoztatjuk az ügyfelet. Tehát mindenkit kérünk nyomatékosan, hogy senki ne dőljön be ezeknek. Hogyha mégis ilyennel találkozik és bizonytalan, akkor inkább az ügyfélszolgálatot keresse meg ezzel a problémával és tájékozódjon előzőleg. Azt akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy a NAV munkatársai egy telefonos hívás alkalmával nem kérnek bankkártya adatokat. Ezt talán itt most semmilyen alkalommal a bankkártya adatokat ugye nem kérik el. Ez egy nagyon hangsúlyos dolog abból a szempontból, hiszen ha az adózók, az érintett személyek ezeket az adatokat nem árulják el, nem adják át, akkor nem szolgáltatják ki tulajdonképpen önmagukat és a bankszámlájukat. Természetesen akkor nem felhasználható, illetve érdemes eszközölni egy SMS-es értesítést, hogyha nagyobb összegű kifizetésekre kerülne a sor, hogyha mégis kikerülnek ezek a bankkártya adatok, akkor mindenképpen egy kódot, egy jelzést adjon az ügyfél részére, és ugye annak a megerősítésével történjen meg a kifizetés, mert hogyha erről nem nyilatkoznak, akkor nagyon könnyen felhasználhatóak ezek az adatok. Ha valaki kap ilyen típusú megkeresést, ahogyan ön is említette, ez lehet egy e-mailes megkeresés, lehet egy telefonos megkeresés, akkor mi a leggyorsabb módja annak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy valóban egy csaló próbálta őket befűzni? Tehát önökkel mi a leggyorsabb módja a kapcsolatfelvételnek? Tehát azt gondolom, hogy ha a tudakozónkat fölhívják a 1819-es számot, akkor mindenképpen tájékozódhatnak tőlünk. Ez a leggyorsabb módja, illetve hogyha azok az ügyfelek, akik telefonos ügyfélazonosító kóddal rendelkeznek, tájékozódnak, akkor természetesen személyre szabottan meg tudjuk mondani nekik, hogy pontosan mik azok a tájékoztatások, amelyeket megküldtünk a részükre. Illetve nagyon fontos, hogy érdemes, hogyha senki nem rendelkezik esetlegesen, vagy valaki nem rendelkezik esetlegesen ilyen kóddal, nem tud telefonon keresztül tájékozódni, nem akarja végigvárni az ügyfél hívórendszernek a kapcsolását,
akkor mindenképpen, és elektronikus ügyintézéssel már érintett, akkor mindenképpen menjen fel az ügyfélkapus felületre, és nézze meg, hogy történt-e bármilyen jellegű tájékoztató Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről, és ott megbizonyosodhat róla, hogy egyezik-e esetleg a két felkérés, de mondom, minden esetben ügyfélkapunk keresztül, vagy postai úton, folyószámla kivonaton keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleket, és nem kérünk semmilyen jellegű adatot. Jó, hát ezek nagyon-nagyon fontos információk voltak. Két kérdésünk van, viszont mind a kettő teljesen más jellegű témát érint. Az egyikben az automaták kötelező bejelentését szeretném, hogyha a legfontosabb információkkal körbejárnánk. Igen, ugye a kezelő személyzet nélküli automaták esetében korábban már az étel-ital automaták érintettek voltak a NAV felé történő bejelentéssel. Ez azt jelentette, hogy egy regisztrációs számot kaptak, és be kellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nyújtani azokat az adatokat, amely alapján be tudjuk azonosítani ezeket az automatákat, illetve a bevételük nyomon követhetővé válik, valamint az üzemeltetője is, természetesen akkor ezáltal megszemélyesítve lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Most ezt kiterjesztették 2019-ben azokra az automatákra is, amelyek bármilyen jellegű pénzmozgást eszközölnek. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtanak, eszközöket lehet, vagy valamilyen tárgyértékesítés történik, tehát lehet vásárolni rajtuk keresztül. Nagyon fontos, hogy ezek az automaták már be kell, hogy legyenek regisztrálva. Tehát az üzembe helyezett automatáknak július 31-e volt az utolsó határidő, ameddig be lehetett regisztrálni. Ez egy hónapos hosszabbítással történt, meg lett kiszabva ez a határidő egyébként. Korábban ez rövidebb volt, azonban a szankcionálás mentesség miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kitolta ezt a lehetőséget, azonban most már ezeknek az ellenőrzése történik meg. Tehát minden esetben, hogyha ilyen automatát üzemeltet valaki, ez lehet egy kiadó automata, könyvautomata, akár parkoló automata is, vagy akár egy 100 forintos játékot értékesítő, mechanikus elven működő automata, amiben ugye bedobálják az érméket, elforgatják és kiad valamilyen tárgyat. Ezeket is be kell jelenteni, illetve ezeken is a megkapott regisztrációs számot fel kell tüntetni minden esetben, hiszen ezzel történik az automata megszemélyesítése, illetve a későbbiekben erre hivatkozva lehet esetlegesen bejelentéseket tenni ezzel kapcsolatban. Ezt mindenképpen elektronikusan tudják megtenni az üzemeltetők. Nagyon fontos, hogy üzemeltetőnek az minősül, aki egyébként a bevételhez jut ebből, hiszen vannak tulajdonosok is több esetben, akik bérbe adják ezeket a készülékeket, azonban aki a készüléknek a bevételéből részesül, mindenképpen az üzemeltető, tehát neki kell elektronikusan megtenni a bejelentést az automata elnevezésű nyomtatványunkon. Ebben az esetben, hogyha ezt megteszi, akkor azokat az adatokat kell feltüntetni, ami az üzemeltetőre, az automata technikai paramétereire vonatkozik, és kap egy regisztrációs számot, amely egy U-betűből és 8 számjegyből áll, és ezt kell mindenképpen feltüntetni az automatán. No hát ez is egy kötelezettség, és akkor nézzük azt, hogy az utolsó kérdésben röviden, hogy már ebben a hónapban Nyíregyházán is tudnak informálódni azok, akik érintettek lehetnek, mégpedig a tekintetben, hogy kezdő vállalkozásuk lenne. Önök vállalták a mentorálást. Mit kell ez alatt érteni? Sőt, nem csak ebben a hónapban, hanem 2018. január 1-től működik már nálunk ez a program. Ez azt jelenti, hogy a kezdő vállalkozásoknak az életét 6 hónapon keresztül nyomon kíséri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, nem ellenőrzési szempontból, hanem segíteni próbáljuk a munkájukat. Megpróbáljuk azokat a tájékoztatásokat megadni nekik, amelyekre az első adózás kapcsán szükségük van, illetve azokat a hozzáféréseket biztosítjuk a részükre, amelyeket tudják az adózási kötelezettségüket teljesíteni, illetve minden egyes vállalkozás mellé egy személyes mentort jelölünk ki. Egy mentor ugyan több vállalkozást is mentorálhat, vagy segíthet, azonban itt két irányú kommunikáció lehetősége vetődik fel, hiszen bármikor a mentort személyesen megkereshetik, akár telefonon is kérdezhetnek tőle, hogyha elakadnak, bármilyen jellegű hibát, hiányosságot követnek el, bevallást nem nyújtanak be, határidőre nem teljesítenek befizetéseket, akkor ezekben az esetekben nem szankciót szabunk ki, hanem mindig felhívjuk az adózónak a figyelmét a mulasztásra, illetve segítjük, pontosabban elmagyarázzuk azokat a teendőket, amelyeket végre kell hajtani ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A kezdővállalkozások mellett lévő mentorok, akkor úgy gondolom ezt így zárszóként megjegyezni, hogy az önök irányából és a kezdővállalkozások irányából is mindenképpen egy pozitív irányt mutat, tehát gondolom könnyíti mindkét oldal munkáját. Mi is ezt a visszajelzést kaptuk. Köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm.